Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Sárvári Televízió Hírek 7-kor című közéleti magazin műsorának október 3-ai adását látják az elmúlt hét eseményeinek összefoglalóival, programajánlóval és sporthírekkel. Most pedig következzen képes tartalomjegyzékünk. Október 1-től a sárvári iskolákban is mérik belépéskor a tanulók és az ott dolgozók testhőmérsékletét. Megtartotta szeptemberi ülését a sárvári képviselőtestület, ahol módosították az önkormányzat 2020. évi költségvetését. A sárvári városi bálon a támogatók felajánlásaival együtt közel 2 millió forint gyűlt össze, melynek kedvezményezettje a sárvári vármelléki óvoda lett. Sárvár számára olyan nagy lehetőségeket nyit meg az önálló Bükk-Sárvár turisztikai térség létrehozása, mint 2012-ben a gyógyhelyé minősítés. A Kabos László Filmszínház szeptember 26-ai délutáni előadása előtt köszöntötték a 10.000. mozi látogatót, Tímár Éva online vásárolta a jegyét. Az Országos Könyvtári Napok alkalmából újra nyit a Rába Sömjéni Könyvtár, ahol új kínálattal várják az olvasókat, a sárvári könyvtárba pedig féláron lehet beiratkozni. Új programsorozat alapjait tette le a Nádasdy Kulturális Központ a Köszönjük Magyarország program keretein belül szeptember utolsó vasárnapján. A megszokottnál kissé szűkebb programmal, de megtartásra került a 12. méhésznap a Sárvár és Vidéke Méhész Egyesület szervezésében. Az eredetileg a Városháza nagy termébe tervezett közgyűlését a koronavírus veszély miatt a Nádasdy vár udvarán tartotta meg a Sárvári Kinizsi Horgász Egyesület. Október 1-től a sárvári iskolákban is mérik belépéskor a tanulók és az ott dolgozók testhőmérsékletét. Az aktuális helyi járványügyi adatokról Kondora István polgármester a Facebook oldalán adott tájékoztatást. Rekordot döntött hazánkban október 2-án reggelre az igazolt fertőzöttek száma. 1322 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést. Elhunyt 17 beteg, így az elhunytak száma 798 főre emelkedett péntekre. 740 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 47-en vannak lélegeztetőgépen. Sárváron október 2-án Facebook oldalán közölte Kondora István polgármester az aktuális helyi járványügyi adatokat. 6 igazolt fertőzött van a városban, 33 fő van hatósági házi karanténban. Közülük 11 fő szoros kapcsolatban volt igazolt fertőzöttel, ezért járványügyi megfigyelés alá került, 22 fő külföldről utazott be. Kondora István arra kéri a városlakóit, hogy a közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljék azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsák a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossanak kezet. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse házi orvosát. A sárvári iskolákban és óvodákban is elkezdődött október 1-én a kötelező testhőmérsékletmérés annak érdekében, hogy kiszűrjék a lázas gyermekeket és pedagógusokat. Az intézményekbe 37,8 Celsius fok testhőmérséklet felett nem engednek be senkit. A szülőnek beteg gyermekét haza kell vinnie. Megtartotta szeptemberi ülését a sárvári képviselőtestület, amely a rendőrség, a katasztrófa védelem és a járási hivatal beszámolóival kezdődött. Az ülésen módosították az önkormányzat 2020. évi költségvetését, amelyre többek között a járványhelyzet okozta gazdasági nehézségek miatt volt szükség. Szigorú járványügyi szabályok mellett tartotta meg szeptemberi ülését a sárvári képviselőtestület a Városháza nagy termében. Egymástól távol ültették le az ülés résztvevőit, és kötelező volt a szájmaszk használata, csak a hozzászólók vehették le, amíg beszéltek. Az ülésen 24 napirendet tárgyaltak meg a városatyák. A sárvári rendőrkapitányság tavalyi évéről
Fekete Géza rendőrkapitány számolt be. Mint mondta, a rendőrség 2019-ben is biztosította a város közrendjét és közlekedés biztonságát. A serveri hivatásos tűzoltóparancsnokság tavalyi tevékenységéről Csendes Sándor tűzoltó őrnagy adott tájékoztatást Kovács Levente katasztrófavédelmi kirendeltség vezetővel együtt. Tavaly 346 vonulást hajtottak végre. Egy Renault vízszállító gépjárművel bővült a gépjárműparkjuk, jelenleg is zajlik a tűzoltó laktanya belső felújítása 80%-os állami és 20%-os önkormányzati támogatással. Dr. Galántai György, járási hivatalvezető, tavalyi évi beszámolóját azzal egészítette ki, hogy a járási hivatal 2020. évi tevékenységét alapvetően meghatározta a koronavírus járvány. A hivatali ügyfélfogadás szünetelésére eddig nem került sor. A foglalkoztatási és a népegészségügyi osztályokra jelentős többletfeladat hárul. Németh Zsolt foglalkoztatási osztályvezető a város munkaerőpiaci helyzetéről elmondta, hogy az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest nőtt az álláskeresők száma a járványhelyzet miatt. Támogatási programokkal segítik az elhelyezkedésüket. Módosították a szeptemberi ülésen az önkormányzat 2020. évi költségvetését. Kundora István polgármester az ülést értékelő tájékoztatóján szólt arról, hogy mi indokolta a városi büdzsé módosítását. Már évközben láttuk, hogy a járványügyi helyzet miatt azért erőteljesen csökkenni fognak a bevételek. Elsősorban a turisztikai ágazat oldaláról tudnillik, a kormány rendelet úgy szól, hogy nem kell fizetni a turisztikai adót, az idegenforgalmi adót a vendégeknek, viszont a vendégfogadóknak be kell jelenteni. Tehát ez egy érdekes adminisztrációt is követelt, és ezért kértük, hogy minden szállásadó jelentse be a vendégeit, tudnélik a kormányzat egy negyedéves intervallumokban kifizeti az önkormányzatnak ezeket a szálláshely után járó idegenforgalmi adótételeket. Éppen most várjuk majd október végén talán a következő adagot, tehát itt egy jelentős visszaesés van, azt látni kell, illetve fontos, hogy az iparüzési adónál is vannak olyan tételek, amelyeket egyelőre nem látjuk pontosan, hogy hogyan fognak beérkezni, de én azt már érzékelem, hogy aki 4 órában dolgozott mondjuk 3 hétig, 3 hónapig adott esetben, vagy leállt 1-2 hónapra, hogy nyilvánvalóan a termelési érték csökkenése miatt az iparüzési adóbevételek valószínűleg csökkenni fognak. Nem valószínűleg, biztosan csökkenni fognak. Mi előrelátók voltunk bizonyos mértékig, hiszen azt mondtuk, ha nem jönnek be azok az adóbevételek, amelyeket terveztünk, akkor célszerű már az év közepén azokat a beruházásokat, amelyek nem életbe vágóan fontosak, hogy ebben az évben valósuljanak meg, azokat egy évvel érdemes odébb tolni, és akkor módosítottuk a költségvetésünknek ezt a felújítási és beruházási részét, és ezt most lekövettük részben, hiszen most már látjuk, hogy valóban kevesebb adóbevételünk van, tehát kevesebb programot tudunk megvalósítani. A költségvetés módosításánál fontos szempont volt, hogy az önkormányzati intézmények és cégek biztonságosan működhessenek az év hátralévő részében, és ezen túl még több területre is figyelt az önkormányzat. Nem sérülhetett a szociális kiadások tétel sora. Nem sérülhetett az út és járda felújítás, vagy a zebrák kialakításának kérdésköre. Sajnos nem tudtunk előrelépni a tervezett parkoló beruházásokkal, ebből azonban az ősz folyamán, amennyiben lehetséges, akkor legalább egyet meg fogunk oldani. Tudnék, a tervezést nem állítottuk le, hanem ezeket a beruházásokat akkor a jövő év elején, tehát egy pár hónap csúszással meg fogjuk majd indítani, és megoldjuk ezt a kérdést is. Illetve hát a problémát teljes egészében nem tudjuk megoldani, csak enyhíteni tudunk azon a helyzeten, ami most van a városban. Tehát én azt gondolom, hogy mi célszerűen és észszerűen nyúltunk a költségvetéshez, és nyilván azokat a legfontosabb beruházási tételeket, amelyek a város mindennapjai szempontjából fontosak, és mondjuk nem szépészeti jellegű ötletek, akkor azokat megvalósítottuk, illetve azok is
előnyt élveztek, ahol valamilyen lakossági jelzés érkezett, hogy bokorvágás, favágás, akkor nem tudom, zöld területnél a nagyon megnőtt füvek és a többi, ezeknél próbáltuk a helyzetet úgy kezelni, hogy ezek talán egyensúlyi állapotot eredményezzenek. Napirendre került a képviselőtestületi ülésen a Simon Júdás napi vásár elhalasztásának ügye. A járványhelyzet miatt az idén nem rendezik meg Sárvár több száz éves hagyományra visszatekintő vásárát. Szerintem egy korrekt ajánlatot tettünk, hiszen azt mondtuk, hogy ebben az évben nem lesz ez a nagyszerű vásár, ami az elmúlt 600 évben nagyon ritka alkalmakkor, mondjuk Pest is járványkor valószínűen volt, vagy háború esetén nem biztos, hogy meg tudták tartani, de egy biztos, hogy az emberek biztonságérzetét és hát a célszerűséget is figyelembe véve úgy kellett döntenünk, hogy el kell halasztani. Ugyan ilyen szempontok alapján halasztjuk el a városi bucsúnak azt a részét, amely a ringispél és széllövöldés, tehát ez a mondjuk az, hogy játékos része, nem tudjuk megtartani, illetve nem akarjuk vállalni azt a kicsit kényes helyzetet, hogy valaki esetleg ott fertőződik meg. Döntöttek a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról is az ülésen. Következő adásunkban folytatjuk beszámolónkat. A városi bál bevételeit idén is jótékony célokra fordították a szervezők. A 13. sárvári városi bálon a támogatók felajánlásaival együtt közel 2 millió forint gyűlt össze, melynek kedvezményezettje a Sárvári vármelléki óvoda és Szatmár utcai telephelye volt. Az óvodák új kültéri játékokkal gazdagodtak. A városi bál bevételéből megvásárolt kültéri játékokat Kondora István polgármester, Móroc Zsolt és Savanyú Gábor a bál szervezői, valamint Bárány László, a Sága Food ZRT vezérigazgatója adták át a vármelléki óvodában. Az intézmény nevében Darázsné Horváth Kornélia óvodavezető fogadta az adományokat. Az ajándékok átnyújtása jelképes volt, hiszen a játékok már korábban telepítésre kerültek az óvoda udvarán. Móroc Zsolt elmondta, a 13. sárvári városi bálon közel 2 millió forint gyűlt össze. A rekord összegű felajánlást három tétel alkotta. A bál tombola bevétele mellett több magánszemély és cég is támogatta a jótékony célt. Jól sikerült idén is a bálunk, évelején megtartottuk. Városnak ez volt a nyitó rendezvény, a hagyományoknak megfelelően. Idén egy rekord összegű felajánlás érkezett, amelynek gyakorlatilag három része volt. Egyrészt, amit ott helyben értékesítettünk tombolákból, voltak magánszemélyes felajánlások, és idén hála Istennek három nagy cég is ajánlott fel komolyabb pénzösszegeket. A legnagyobb felajánlás a Sága Food ZRT-től érkezett, majd a Flextronics-től, illetve a Sárvárház Kft. Is ajánlott fel egy kisebb összeget a bálunkra. Itt a hátam mögött, ahol vagyunk, itt a vármelléki oldalba ajánlottunk föl különböző kültéri eszközöket, játékokat, illetve hát a tagovodájának a Szatmár utcai óvoda is kapott ebből egy kisebb szeretet. A támogatók közül a legnagyobb felajánlást a Sága Food ZRT tette, 800 ezer forinttal támogatta az óvodai eszközbővítést. Bárány László az átadáskor kihangsúlyozta, a társadalmi felelősségvállalás családjuk, cégcsoportjuk számára mindig is fontos volt. Mikor idén színre léptünk Sárváron, azt mondtuk, hogy mi építeni jöttünk. És ez nem csak egy cégépítését jelenti, hanem egy közösségépítését is. Úgyhogy bármikor, amikor ennek a közösségnek az építéséről van szó, nagyon szívesen állunk ezek mellé, a célok mellé. A cégcsoportunk közel 50 telephelyen működik, és nálunk nagyon régi hagyomány, hogy minden egyes telephelyen, azokon a községekben, városokban, ahol jelen vagyunk, részt vállunk a közösség életében, és a lehetőségeinkhez mérten segítjük a ilyen jellegű célokat.
Az óvoda székhelye két-két darab mászókötélpiramissal és ülőhintával, a tagóvoda kültéri padokkal gazdagodott. Darázsné Horváth Kornélia elmondta, nagy örömmel fogadták a felajánlásokat, hiszen az udvari játékok már bővítésre szorultak a magas gyermeklétszám miatt. Nagy megtiszteltetés és öröm volt számunkra, amikor tavaly késő ősszel a bár szervezői megkerestek bennünket, hogy a 2020. januárjában megrendezésre kerülő sárvári városi bál bevételét óvodánk, illetve alapítványunk javára szeretnék felajánlani. Kérték, hogy gondolkodjunk el, mire lenne szükségünk, és hát meg kell mondanom, hogy nem kellett olyan nagyon gondolkodni, mert már érett a fejünkben a gondolat, hogy hát bizony az udvari játékaink cserére szorulnak, illetve bővítése a magas gyermeklétszám miatt. Így aztán a megvalósítás tettek mezeire léptünk, elkezdtünk keresni, kutakodni, és az udvari játékok közül a mászókötélpiramisra és a kétlapos ülőhintára esett a választásunk. Ennek az volt az oka többek között, hogy igyekeztünk olyan játékokat választani, amit lehetőleg egy időben több kisgyerek is tud használni, illetve hát, hogy egyáltalán a mozgás, mint fejlesztő erő, ugye tudjuk, hogy a kisgyermekek értelmi képességeinek a mozgató rugója, hogy ez minél inkább megvalósulhasson. A városi bál bevétele mellé még felajánlást kaptunk a bál főszponzora, a Sága Food Zrt. További 800 ezer forinttal támogatta az elképzeléseinket, illetve a Flextronics és a Sárvárház is az elképzeléseink mellé állt. Ki kell még emelnem, az előbb említett szponzorok és támogatók mellett Inokai Csabáikat, a TIA 2002 Kft-t. Csabáik az összes telepítéshez szükséges földmunkát teljesen ingyen és bérmentve elvégezték. A bál szervezői 2021. januárjában is szeretnék folytatni a hagyományt. A koronavírus járvány miatt azonban egyelőre bizonytalan a 14. sárvári városi bál sorsa. Morosz Zsolt elmondta, az előkészületeket elvégezték, a hely és a zenekar is le van foglalva, így ha a járványügyi szabályok engedik, megtartják a rendezvényt. A lakosságot a helyi médián, illetve közösségi oldalukon keresztül értesíteni fogják a fejleményekről. Sárvár számára olyan nagy lehetőségeket nyit meg az önálló Bükk Sárvár turisztikai térség létrehozása, mint 2012-ben a gyógyhelyé minősítés. Kondora István polgármester és dr. Márti Vadal alpolgármester értékelte a kormány városunk számára kedvező döntését. Jövőre lesz 60 éve, hogy Sárvár életében jelen van a gyógyvíz. Az erre épülő idegenforgalom az 1980-as évek elejétől erősödött meg. A sárvári gyógy- és wellnessfürdő 2002-ben nyitotta meg kapuit, ezzel a város tovább erősítette pozícióját az egészségturisztikai piacon, és idegenforgalma is fellendült. Napjainkra a városban eltöltött vendégészakák száma alapján Sárvár az ország 10 leglátogatottabb településeinek egyike. A város idegenforgalom területén végzett munkáját ismerte el azzal a kormány, hogy a 11 önálló turisztikai térség egyike lett Bükk-Sárvár térsége. A turisztikai körzetek kialakulása, kialakítása egyébként egy kicsit elhúzódó, lassú folyamat volt. Hát először a Tokaj, Hegyalja, Budapest, Balaton alakult ki, és most lám, talán még a járvány is hozzájárult ahhoz, hogy 11 kiemelt turisztikai körzetet alakított ki a kormány, és döntöttek arról, hogy potenciálisan ezeket a területeket fejlesszék. Mi is abban gondolkodtunk, hogy Bükk-Sárvár, mint kiemelt turisztikai település, gyógyhely, nagyon sok vendégészakával, hogy ne önállóan legyünk mi sem egy ilyen kiemelt körzet, hanem Bükk-Szombathely, Celldömölk és a környező települések is kerüljenek be, mert így az ajánlat, amit tudunk adni a vendégeknek, az mégiscsak program szempontjából érdekesebb lehet, és talán több kihívást is látnak majd az érdeklődők, hogy nem csak fürödni lehet, hanem szabadidő eltöltés, sport lehetőség, turisztikai kirándulási lehetőségeket is ajánlanak. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyjából ugyanolyan lehetőségeket rejt, mint amit 2012-ben a gyógyhely minősítéssel, akkor bizonyos mértékig úttörő jelleggel megindítottunk, mert azt hiszem 80-as évek elején volt utoljára gyógyhely,
település kijelölve és eldöntve, és most is a turisztikai körzeteknél, tehát mi olyan komplett anyagot adtunk le, amely azt gondolom, hogy érdemes volt arra, hogy a döntéshozók pozitívan bírálják el. Tehát én elsősorban a jövő szempontjából és a fejlesztések szempontjából tartom ezt nagyon fontosnak, és itt is szeretném megköszönni Ák Péternek ezt a nagyszerű munkát, mert ez valóban hosszú és egy kicsit gyötrelmes időszak volt, amire ezt elértük. A Sárvár számára az idegenforgalom területén újabb lehetőségeket jelentő döntést, mely szerint Bükk-Sárvár térsége önálló turisztikai térség lett, dr. Márti Vadar alpolgármester is üdvözölte. Hosszú évek munkája van a háttérben, természetesen köszönet Ák Péternek, országgyűlési képviselőnknek, aki minden követ megmozgatott azért, hogy Budapestről is nagyon jól látható legyen ez a térség. Hiszen miről van szó? Azt tudtuk eddig is, hogy Sárvár és Sárvár környéke nagyon szeretett desztináció az országban. Gondoljunk csak abba bele, hogy Vas megyébe a két fürdőhelyen, tehát Sárváron és Bükkön 1,2 millió vendég éjszaka realizálódik. Ez országosan is egyébként egyedülálló, hogy ennyire közel koncentráltan földrajzilag nagyon jó turisztikai teljesítmény születik. És valóban azt gondoltuk, hogy ez a teljesítmény, ez tovább lépésre jogosít bennünket. És a kiemelt turisztikai térségekhez való csatlakozás az azt gondolom, hogy egy jó tovább lépés lehetőség. Ez egy közös gondolkodásra is sarkalhat minket, és azt gondolom, hogy ennek egyébként valóban itt volt az ideje. Ez a térség földrajzilag is nagyon értékes térség, hát gondoljuk csak az Alpok aljától egészen Celdömölkig belevéve a termál körutat, tehát a Vas megyei termál körutat, hát ezt akár ki is egészíthetném a kisebb gyógyvizes településekkel is itt Sárvár és Bükk környékén. Azt gondolom, hogy egy szuper adottság, és ha azt is tekintetbe veszem, hogy az elmúlt évek infrastruktúrális beruházásai, a kerékpárutak építése, az utaknak a létrejött, az M86-osnak az elkészülte, az, hogy közelebb kerültünk a gyorsforgalmi autópálya rendszerhez, ez mind abba az irányba hat, és sarkal minket, hogy érdemes a továbbfejlődésben gondolkodni. Az önálló Bükk-Sárvár térség létrehozása közös feladatok elé állítja az itt található településeket, amelynek vezetői készek az együttműködésre. A Kabos László Filmszínház szeptember 26-ai délutáni előadása előtt köszöntötte Vámos Zoltán, a Sárvári Sportfólió Kft. Ügyvezető igazgatója a 10.000. mozi látogatót. Timár Éva online vásárolta a jegyét és egy privát mozi előadást kapott ajándékba, vagyis egy általa kiválasztott előadásra magával viheti 50 barátját. A Kabos László Filmszínházban szeptember 26-án délután a Macskafogó című film kezdete előtt Vámos Zoltán, a Sárvári Sportfólió Kft. Ügyvezető igazgatója kérte a nézők figyelmét az előcsarnokban. Eljött az a pillanat, hogy végre a 10.000. mozinézőt köszönthették a Sárvár arénában. Timár Éva online vásárolta a jegyét, és egy privát mozi előadást kapott ajándékba. Egy klasszikus filmnek a címét szeretném idézni, Vissza a jövőbe, a trilógiáját, mégpedig azért, mert ennek a pillanatnak március végén kellett volna elkövetkeznie. Ez egy jelentős mérföldkő, a 10.000. fizető vendég a Kabos moziban. De sajnos a néhány hónapos leállás miatt most értünk el eddig a mérföldkőig. Természetesen ugyanúgy örülünk neki, mint hogyha elértük volna már márciusban. És ugye nagyon nagy bizakodásra indultunk neki tavaly december közepén az egész mozis szezonnak. És ez a bizakodásunk teljesen megalapozott is volt, hiszen csak decemberben több mint 3000 néző látogatott el hozzánk, és március közepéig pedig több mint 9000. És nagyon örültünk volna neki, hogyha március utolsó hétvégéjén jön el ez a mostani pillanat, de természetesen az, hogy újra nyithattunk, az legalább akkora öröm augusztusban,
és az, hogy sikerült így is, ilyen körülmények között is elérnünk ezt a mérföldkövet, annak pontosan ugyanúgy örülünk. Úgyhogy megtaláltuk egy online vásárló személyében a 10.000. vendégünket, akit megleptünk egy privát mozi előadással, ahol ő választhatja ki az időpontot, ő választhatja ki a filmet, és 50 barátjával együtt a Kabos mozinak a termében gyakorlatilag megnézheti az ő kedvenc filmjét, vagy az által választott filmet. A Sárvár Aréna Filmszínháza a korábbinál rövidebb nyitvatartással várja a nézőket, csütörtöktől vasárnapig vetítenek filmeket. Számos szabályt, óvintézkedést bevezettek a nézők biztonsága érdekében. A vírushelyzet miatt az újranyitás az mindenképpen olyan volt, ami bizonyos korlátoknak a bevezetését igényelte. Elsősorban a távolságtartásra, a maszkhasználatra, a fertőtlenítésre helyezzük mi is a hangsúlyt, és azok a szabályok érvényesek nálunk is, amelyek egyéb belső rendezvényeknél vagy belterületen, épületekben megrendezendő eseményeknél érvényesek. Ugye alapvetően sűrítettük jelentősen a mozi takarításának és fertőtlenítésének a szakaszait, és az online rendszerünk is, és a kollégák is a pénztárban pedig úgy adnak jegyeket, hogy ez a másfél méteres távolságtartás betartható legyen, úgyhogy igyekszünk vigyázni. A Kabos mozi biztonságos, úgyhogy mindenkinek csak azt tudom ajánlani és javasolni, hogy érdemes még a mostani koronavírusos helyzetben is moziba jönni. A Kabos László Filmszínház aktuális előadásairól a sarvarmozi.hu weboldalról tájékozódhatnak, és itt online is megvásárolhatják jegyeiket. Az Országos Könyvtári Napok alkalmából újra nyit a Rábasöményi Könyvtár, ahol új kínálattal várják az olvasókat. A Sárvári Könyvtárba féláról lehet beiratkozni, illetve színes programokkal népszerűsítik egy héten át az olvasást. Egy kisebb kihagyás után október 2-án újra megnyitott az olvasók előtt a könyvtár a Rábasömjéni Kultúrházban. Az újraindulást Ódorné Molnár Mónika könyvtáros, dr. Márti Vadar alpolgármester és Takács Zoltán Bálint, a Nádasdi Kulturális Központ igazgatója jelentette be a helyszínen. A Városi Biblioteka Fiók könyvtára több mint 1000 könyvvel várja az olvasóit. Várjuk az óvodástól a nyugdíjasokig a régi és az új tagokat. Megtalálható minden a mesekönyvek, az ifjúsági regények, szépirodalom, szakirodalom és természetesen a tanulóknak a kötelező olvasmányok is. A belépés ingyenes lesz, és természetesen működni fog a könyvtárközi kölcsönzés is. 1100 könyvről beszélünk, úgyhogy úgy érzem, hogy mindenki meg fogja találni a kíváncsiságának megfelelő olvasnivalót. Ez a könyvtár most a díszítő szakkörrel közös helyiségben működik, és ezért lehetőség lesz arra is majd, hogy közös varrásokat tartsunk. Hát gondoltuk, hogy a jelesebb ünnepek előtt díszítő eszközöket készíteni dekoráláshoz, amennyire lesz rá igény. A könyvtárnak a nyitvatartása az pénteken 16-tól 18 óráig lesz, és szombaton 15-től 17 óráig. A Rábasömjéni Könyvtár újranyitását Márti Vadar alpolgármester is üdvözölte, mint kiemelte, ez fontos szelete a közösségépítésnek. Épp megtaláltuk itt a községi könyvtárnak a tábláját vagy címerét, amely azt is mutatja, hogy igen, ez egy régi tradíció itt a település részen, és mennyire jó az, hogyha vannak olyan közösségi kezdeményezések, közösségi, közös szerveződések, amelynek eredményeképpen most újra tudjuk nyitni a könyvtárat. Úgyhogy én nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a kezdeményezést, és ha még kiegészítem azzal, hogy a Rábasömjénért Egyesület is nagyon szépet tudott fejlődni az idei évben, hiszen egy pályázat keretében nagyon sok szép eszközt tudtak vásárolni, és látható, hogy ebben az épületben megfér minden közösen egymással. Megfér a könyvtár, megfér az Egyesület, amely a különböző programokon keresztül segíti a rábasömjéniek életét, tehát hogy kialakulhat egy igazi közösségi lét, és ehhez most már itt van egy közösségi tér is. Takács Zoltán Bálint igazgató elmondta, hamarosan elindul egy igényfelmérés, melynek célja, hogy újabb, az olvasók érdeklődését kielégítő könyveket vásároljanak a könyvtár számára.
Természetesen ez anyagi támogatást jelent, hiszen a Kutatási Központnak a költségvetéséből szerezzük be az új könyveket, tehát nincs itt egy plusz forrás, hanem a város által biztosított támogatást egy régi hagyományra építve továbbra is biztosítani tudja a Kulturális Központ, tehát a könyvbeszerzéseknek nem lesz akadálya. Az igazgató hozzátette, a Rábasömjéni Könyvtár az Országos Könyvtári Napok alkalmából nyitott újra, a Városi Könyvtár ismét csatlakozott a kezdeményezéshez, október 5-e és 10-e között változatos programokkal, különféle kedvezményekkel várják az érdeklődőket. Az idei könyvtári napoknak van egy jelentősége, nem az, hogy vírus között zajlik, hanem az, hogy 15. alkalommal kerül megrendezésre, tehát így a Sárvári Könyvtár, ami az elsők között csatlakozott ez a kezdeményezéshez, minden nap jelentkezik programmal, és az első nap, a hétfői nap egyben az emlékezésnek is a napja, egy kiállítással készülnek a könyvtár munkatársai, ahol az elmúlt 15 évet mutatják be. A kiállítás mellett online nyomozás, hangszeri ismertető, díjátadó, nőszemközbeszélgetés és könyvtár bejárás is szerepel a szombatig tartó programok között. Az intézmény a könyvtári hét alatt 50%-os beiratkozási lehetőséget biztosít, és nem számít fel késedelmi díjat. Az Országos Könyvtári Napok sárvári programjairól a www.sárvárvár.hu webcímen tájékozódhatnak az érdeklődők. Új programsorozat alapjait tette le a Nádasdy Kulturális Központ a Köszönjük Magyarország program keretein belül. Szeptember utolsó vasárnapján a Nádasdy Prima Vista első felvonására a gyermekeket és családjukat várták. A Köszönjük Magyarország országos program célja, hogy a kulturális intézmények ne álljanak le színes programkínálatukkal. A koronavírus miatt most különösen fontos minden lehetőség felkutatása és kihasználása. A Nádasdy Kulturális Központ a nyár végén már több rendezvényre várta a közönséget, de ősszel sem állnak le. A járványügyi szabályok betartása mellett várják 4 vasárnap délután mindazokat, akik néhány órára biztonságos körülmények között szeretnének kikapcsolódni, nevetni, táncolni és tegyük hozzá, tanulni. A Nádasdy Prima Vista Kulturális Fesztivál erről szól. Néhány óráról, pillanatról, amikor a művészet a kultúra segítségével feltölthetjük lemerült mentális elemeinket. Rendezvénysorozatuk első délutánján a Várudvar középső része adta a színpadot. A fák alatt bábjáték előadást nézhettünk, és egy koncertet hallgathattunk meg. Vékony Brigitta és Németh Viktória a kút elé varázsolta a színpadot. Hallottunk a herceg kalandjairól, de a kőleves ismert történetét szintén átélhettük. Fejbábok és zoknibábok alakultak át éppen annak, amire szükség volt. Megtudhattuk, miért a kolbász a szakács, és nem a béka vagy az egér. Fontos és tanulságos mese volt. Persze szórakoztató is, főleg a csattanó, vagy inkább úgy, a csobbanó. A Csornáról érkezett garabonciás együttes lassan 3 évtizede hozza közelebb hozzánk a kortárs költészetet. A régi klasszikus mesék sem állnak azonban távol a tagok szívétől és hangjától. Természetesen megzenésítve. Kedves Tamás, egy fergeteges koncerten vagyunk túl, amelyet nem csak a felnőttek, hanem a gyermekek is élvezhettek. Nekem feltűnő volt az, hogy nagyon modern hangzásvilággal készülnek ezek a gyermekdalok már. Mi ennek az oka? Hát nem tudom pontosan, mire gondolsz, hogy modern. A hangszerelésünk talán modern lehet, hiszen minden olyan hangszer, ami egyébként megszokott volt klasszikus változatában, mint a gitár, meg a hátán az ukulele is, meg a furója, szóval mindent azért elektronika hangosít már, ennyiben modern a dolog. Meg hát megpróbálunk mi is igazodni a 2020-as évek elvárásaihoz. Amúgy meg szerintem maga a műfaj ősrégi, tehát ezt már nagyon régen, még a középkorban is így csinálták, hogy a verseket énekelve adták elő, úgyhogy mi is ezt képezzük le. Hát ebben a 2020-as mai magyar valóságban, változatban. Az feltűnt számomra, hogy a klasszikus magyar meséket is feldolgozzátok, de mellette mai szerzők műveit is megzenésítitek. Az is az oka ennek, hogy ez az új modern világot éljük, hogy a gyermekek már nem csak Vörös Sándort olvasnak, hanem Bartos Erikát is, vagy éppen Lackey Jánost. Ezt hát próbálunk mi is igazodni a
mai kor elvárásaihoz, ha úgy tetszik egyfelől, másrészt meg nekünk is tetszenek ezek a szerzők. Tehát nagyon sokáig kizárólag már-már klasszikusnak nevezhető magyar és külhoni költők versét dolgoztuk fel, ilyen interpretációkban, mint amiket hallottatok. De ez most már egy csomó Bartos Erika, vagy Hétvári Andrea nagy kedvencünk versünk van, vagy a legnagyobb kedvencünk, bár azokat az ő verseit nem gyerekkoncerteken játszuk, a Kovács Anikő Edikó, akitől 8-9 verset is már megzenésítettünk. Tehát igen, hogy válaszoljak, igen, szeretnénk a mai költőkhöz is így módon, hát közelebb kerülni mi is, meg közelebb hozni a közönséget is. Október 4-én vasárnap folytatódik a Nádasdy Prima Vista programja, mikor is a néptánc és a népzene kerül a középpontba, ezen belül is a délalföldi régió világa. 17 órától Számfira Nagy Zita, Számfira Máté, Tamás Áron és Tolna Péter interaktív népzenei műsora mutatja be a délalföld gyermekjátékait, táncait és viseletét. Ezt követően 18 órától a Kákics zenekar lép a vár nagy termének színpadára. A Nádasdy Kulturális Központ munkatársai vártak mindenkit sok szeretettel. Csupban a kéklő Balaton, hajtom a biciklit utamon. A megszokottnál kissé szűke programmal, de megtartásra került a 12. méhésznap a Selver és Vidéke Méhész Egyesület szervezésében. A programok nyitányaként péntek este a selveri méhészek Csöngén megkoszorúzták az ország egyik első akácfájaként számon tartott, Tessedik Akác emlékére emelt kopjafát. Ez a régió egyetlen olyan rendezvénye idén, ahol méhészeszközöket és más berendezéseket árusítók is jelen vannak. Szólt a vírusveszély miatt nehezen összeállított rendezvényről Makrai Attila, a Méhész Egyesület elnöke. Mindenki tudja, a körülmények miatt nehéz volt összehozni ezt a mai napi rendezvényt, de hál' Isten sikerült, az időjárás is és a kormány is kegyeinkbe vette a Méhész Egyesületünket, már minden stimmel, úgyhogy minden nagyon jól jött össze, hát meg tudtuk tartani. 8 órakor kezdtünk előadásokkal, most megy a harmadik előadásunk, az első előadás Páprádi Anna Bíborka volt a piac teremtés a koronavírus ideje alatt. A második előadás Szemerics Eszter volt növénybarát, mélybarát növényvédelemmel. A harmadik meg most zajlik dr. Csóka György a Beporzok dicséretével tart egy előadást, most zajlik. Ha végre lesz az előadásnak, akkor utána lesz egy mézlovagrendi felvonulás a városban. A méhésznapon a Sárvári Apiarius mézlovagrend mellett Jászberény, Kaposvár, Söjtör, Székesfehérvár és a Dél-Balaton mézlovagrendjei képviseltették magukat és vettek részt a látványos felvonuláson. A menet a Nádasdy várból a Kossuth tér érintésével az Ady utcához ért, itt megkoszorúzták annak az épületnek a falán elhelyezett emléktáblát, ahol 1924-ben megalakult a Méhész Egyesület. A hivatalos megnyitóra a várudvarán került sor, ahol a tiszteletbeli méhészi avatott Márti Vadar alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Ezek az alkalmak nagyon jó alkalmak és nagyon jeles alkalmak is, persze az idejében sokkal nagyobb körültekintéssel és egymásra még jobban vigyázva kell ezeket a találkozókat a szervezőknek megszervezni, és egyáltalán a történések menetét jól átgondolni, de úgy tűnik, hogy mégiscsak lett egy ilyen alkalom az idei évben is, hiszen a méhészek évről évre találkoznak, ugye az elmúlt évben 95 éves jubileumuk volt, és úgy gondolták, hogy az idei évben is talán valamivel szűkítettebb keretek között, de mégiscsak meg kell találni a találkozás lehetőségét, mert ők nem is csak egy szigorúan vett szakmai szervezetként kezelhetők, azt gondolom, hanem egy baráti társaságként, amely természetesen az egész országban különböző csápokkal ott van, és szervezik a saját életüket, mint ahogy Sárváron is egyébként szervezik az életüket, és ezt öröm látni, öröm minden évben elmondani. Páprádi Anna Bíborka, Magyarország méz királynője szerint a fagyok majd a szárazság küzdelmessé tették idén a méhészek munkáját. Azonban a hazai méz továbbra is bizalmi termék. Küzdős egy éve volt most a méhészeknek. Nagyon nagy fagyok voltak, sok virág elfogyott, köztük az akác is, illetve nagyon nagy szárazság volt tavasszal, tényleg porzott a talaj, így nem kaptak a méhek annyi nektárt, amennyire szükségük lett volna. Úgyhogy nehéz éven vannak túl a méhészek,
de bizakodni kell a jövőben. Egyfelől nagyon szükség van arra, hogy új utakat keressünk méhészekként, hogy miként tudunk elérni a fogyasztók felé. Nagyon jó így az online térnek az eszközeit kihasználni. Érdemes tényleg egy közvetlen kapcsolatot kialakítani, amit nyilván a vírushelyzet az nehezít, főleg, hogy ugye bizalmi termék magyar a termelői méz, de kell új utakat teremteni, hogy tényleg elérjük a fogyasztókat és közelebb vigyük ahhoz, hogy a mézet fogyasztani az értékes, mind a szépségükben, mind az egészségükben nagyon fontos szerepet tölt be. Úgyhogy kitartást kívánok innen is a méhészeknek, mert fontos az a munka, amit végeznek. A sárvári méhészek közül is sokan hivatástudatból nem hagyták el a kaptáraikat. Valóban remélve az elmúlt éveket felettető jó mézelő szezont jövőre. Az eredetileg a Városháza nagy termébe tervezett közgyűlését a koronavírus veszély miatt a Nádasdivár udvarán tartotta meg a Sárvári Kinizsi Horgász Egyesület. Döntés született arról is, hogy újabb 5 évre megpályázzák a tavak kezelői jogát az önkormányzattól. Az egyesület jól gazdálkodott az elmúlt időszakban, több mint 100 mázsa halat telepíthettek a város tórendszerébe. Ez is segítheti a horgászturizmus fejlődését, mondta el Tóth Lajos, az egyesület elnöke. Tulajdonképpen éli a megszokott életét az egyesület, ugyanúgy a rendezvényeit megtartotta, a halasítások a terv szerint haladtak, úgy néz ki, hogy több mint 100 mázsát tudtunk telepíteni ismét a tavakban. A munkákat, ami egyébként a haszonméleti szerződésben le van írva, azokat el tudtuk végezni, tehát a környezeti karbantartást, fűnyírást, nádvágást, nyemeket, valamint a vízmintavételt, vízkészletjárulék, tehát ami tulajdonképpen a haszonméleti szerződést ránk ró, azokat a feladatokat mi elvégeztük. A közgyűlésen részt vett dr. Márti Vodor alpolgármester, aki a Csónakázótó területén zajló munkálatokra adott tájékoztatást. Hozzátéve fontos a város számára az együttműködés a Horgász Egyesülettel, mert nagyon jó gazdának bizonyulnak az általuk gondozott területek fölött. Számosságában is egy nagyon komoly civil egyesületről van szó, másrészt pedig valóban hát egy olyan érték van egyébként az ő kezelésükben, amely nem is csak feltétlen az övüké szűken vett értelemben, hanem természetesen a város közösségé is, és ezt ugye használják is a város polgárai, hiszen sokan sétálnak arra, különböző szabadidős lehetőségeket vesznek igénybe, és én azt gondolom, hogy ez a szimbiózis valójában így tud teljes lenni, tehát hogy van, aki a sport szeretetéből, van, aki egészen egyszerűen a szabad létnek a szeretetéből, de vannak emberek, akik vállalnak ezért plusz feladatokat, és ilyen egyébként a Horgász Egyesület is, akik úgy gondolják, most már azt gondolom, hogy talán évtizedekre visszamenőleg is, hogy vállalják azt a feladatot, hogy ezeket a tavakat karbantartják, felügyelik, és hát természetesen ennek áldásos hatásait is, tehát a halfogásnak a szervezését is kezelik és menedzselik. Én azt gondolom, hogy az önkormányzatnak, a városnak egyébként ez egy nagyon fontos terület, tehát hogyha földrajzilag is szeretném lehatárolni, akkor egy nagyon fontos terület, hiszen egy turisztikai övezetben van benne, jelesül egyébként a Gyógyhelynek a kellős közepén, amely egyébként a hozzánk látogató vendégek által is nagyon kedvel, tehát fontos az, hogy olyan környezetben tudjunk ott lenni, létezni, horgászni, sétálni, amely egy modern környezetet jelent, és amelyben mindenki megtalálja számítását és keftelését. A közgyűlésen a horgászok úgy döntöttek, hogy újabb 5 évre megpályázzák a tavak kezelői jogát az önkormányzattól. A sárvári horgászok szeretnének továbbra is horgászni a tavakon, amit most már szerintem, vagy szinte Bredi úgy érzik, hogy sajátjuknak érzik, minden nyüggével és bajával együtt, de hát azért ez egy csodaszép környezet, és hát a horgászok azért itt szeretnek, hogy mondjam, kikapcsolódni, pihenni, meg hát persze dolgozni is. Több mint 15 éve úgy döntött ugye a helyi horgásztársadalom, hogy megyei szövetségtől ből kiválik, saját magunk intézzük a saját dolgainkat, ez hál' Isten az akkori önkormányzat is segítséget adott ehhez, és így tulajdonképpen önállóak vagyunk, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen azok a bevételi pénzek, azok itt maradnak, és nem mennek egy nagy szövetség keretein belül.
keretében, de attól függetlenül persze nem vagyunk eltávolodva a megyei szövetségtől, mert nyilván az állami horgászhegyeket a megyei szövetségen keresztül kapjuk, tehát nagyon jó a kapcsolat, ettől függetlenül a két egyesület, illetve a két egy tömörülés között, úgyhogy tulajdonképpen, hát nem is napi kapcsolat, de éves kapcsolat mindenképpen van közöttünk. A munkaterülettével csónakázótó környékére most nem csak belépni tilos, de veszélyes is. Az önkormányzat a lakosság türelmét kéri a kivitelezés idejére. A Sárvári Kinizsi Horgász Egyesület is várja a munkálatok elkészültét. Az Auto Baumgartner Kft. Idén 25 éve várja a Renault és Dacia személygépkocsik iránt érdeklődőket. Az egységes Renault szabvány szerint megújult szalonunkban a legmodernebb technikai eszközök és felkészült értékesítési tanácsadók közreműködésével választhatja ki az ön számára leginkább megfelelő modellt. Amennyiben megtalálta álmai autóját, akkor helyben hitelügyintézéssel, biztosításkötéssel és minden új autóval kapcsolatos szolgáltatással állunk rendelkezésére. Szakértő kollégák segítségével minden modellünkhöz nagy választékban kínálunk tartozékokat, szezonális kiegészítőket. Szervizünkben a következő versenyképes szolgáltatásokkal várjuk. Renault és Dacia személy, valamint haszonjárművek garanciális és garancián túli javítása, időszakos karbantartása, gépjármű villamossági javítás, motordiagnosztika, karosszéria javítás, fényezés, kárfelvétel ügyintézés. Amíg ön a szervizben autójára várakozik, addig igényesen kialakított kávézónkban vendégül látjuk egy kávéra frissítőre. Megérkezett a teljesen megújult Captur, mely különleges vonalvezetésével, új C-alakú full LED lámpáival, elegáns külsejével egyből magára vonja a figyelmet. Bővült a helykínálat, az autó 11 cm-rel hosszabb, mint elődje. Új innovatív technológiák kerültek az autóba, 9,3-colos multimédia érintőképernyő, 10,25-colos digitális műszeregység, sávtartó rendszer, adaptív tempomat, táblafelismerő rendszer, aktív vészfékező rendszer. Szalonunkban most megtekintheti és ki is próbálhatja a megújult Captur-t. Várjuk az autó Baumgartner Renault márkakereskedésben, Szombathelyen, a Csaba utca 7-es szám alatt. Műsorunkat sporthírekkel folytatjuk. A Vas megyei első osztályú bajnokságban a Csepreg otthonában lépett pályára a Sárvár FC labdarúgó csapata. A sárváriak 4-0-ás győzelmet arattak a Csepreg felett. A gólszerzők Nagy Dániel, Horváth Tamás és a két góllal kapuba találó Szabó Roland voltak. Ezzel a győzelemmel a tabella harmadik helyén áll a Sárvár FC, amely adászertánk utána Jánosháza csapatát fogadta hazai pályán. Az NB1 nyugati csoportjában versenyző Sárvári Kinizsi Esett Teke csapata 6-2-es vereséget szenvedett idegenben a Bábolna ellen. Több kimagasló eredmény is született a hazaiak részéről, így megérdemelten tartotta otthon a 2 pontot a Bábolna. A 2020-2021-es NB3-as bajnokság nyugati csoportjában lenti beutazott a fülőborozó Zöldfa Ital Nagyker csapata. A negyedik fordulóban 6-2-es győzelmet arattak a sárvári tekézők a Páka TK ellen idegenben. 2467 fával sikerült legyőzniük az ellenfelet. Október 4-én vasárnap 19 órától játssza le a Sárvárfürdő Kinizsi női kézilabda csapatunk a Bükk ellen elmaradt rangadót a Sárvár arénában. Minden szurkolót várnak az NB2-es mérkőzésre. Kedves nézőink, adásunk végén következzenek ismét legfontosabb híreink röviden. Október 1-től a sárvári iskolákban is mérik belépéskor a tanulók és az ott dolgozók testhőmérsékletét. Megtartotta szeptemberi ülését a sárvári képviselőtestület,
ahol módosították az önkormányzat 2020. évi költségvetését. A Sárvári Városi Bálon a támogatók felajánlásaival együtt közel 2 millió forint gyűlt össze, melynek kedvezményezettje a Sárvári Vármelléki óvoda lett. Sárvár számára olyan nagy lehetőségeket nyit meg az önálló Bükk-Sárvár turisztikai térség létrehozása, mint 2012-ben a gyógyhelyé minősítés. A Kabos László Filmszínház szeptember 26-ai délutáni előadása előtt köszöntötték a 10.000. mozi látogatót, Tímár Éva online vásárolta a jegyét. Az Országos Könyvtári Napok alkalmából újra nyit a Rába Sömjéni Könyvtár, ahol új kínálattal várják az olvasókat, a Sárvári Könyvtárba pedig féláron lehet beiratkozni. Új programsorozat alapjait tette le a Nádasdy Kulturális Központ a Köszönjük Magyarország program keretein belül szeptember utolsó vasárnapján. A megszokottnál kissé szűkebb programmal, de megtartásra került a 12. méhésznap a Sárvár és Vidéke Méhész Egyesület szervezésében. Az eredetileg a Városháza nagy termébe tervezett közgyűlését a koronavírus veszély miatt a Nádasdy vár udvarán tartotta meg a Sárvári Kinizsi Horgász Egyesület. Kedves nézőink, Hírek 7-kor című műsorunk október 3-ai adását látták. Új közéleti magazinnal október 10-én jelentkezünk majd. Kövessenek bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A viszontlátásra!